Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Itt ezek a kártyák mutatják azt, hogy mi történik pénteken. A felső kártya jelenti a tűz elemét, a lelkesedést, a bátorságot, és itt fontos, hogy kezünkbe vegyük a dolgokat, vagy ő vegye kezébe a dolgokat. Ez a férfi komoly döntéseket fog hozni, mutatja a bátorságot, és mi hölgyek kell, hogy várakozzunk, és legyünk nyitottak a szerelemre, a szeretetre, az érzelmekre, erre utal itt a víz energiája. Szombat. Itt ezek a kártyák mutatják azt, hogy mi történik a szombati napon. Legyünk óvatosak, mert itt a háttérben van az ördög. Ennek az ördögnek szimbolikus jelentése van. Vannak most hamisságok a háttérben. Vigyázzunk, legyünk óvatosak, kicsit visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, ki ez a hamis személy a mi környezetünkben, vagy az ő környezetében. A jövőt viszont ez a két kehely mutatja itt, egy kiutat, egy szép szerelmi kapcsolatot, vagy egy jó szerződést. Az nagyon fontos, hogy itt uralkodjunk a dolgok felett, ahogy ez a hölgy itt mutatja, és uralkodjunk a gondolataink felett, az érzelmeink felett. A vasárnapot itt ezek a kártyák mutatják. Ez a férfi nyitott az érzelmekre, beszél az érzelmekről, és mi hölgyek mutatjuk a lelkesedést, a bátorságot. Ez a férfi itt a kezében ezzel a kehelyjel szimbolizálja a víz elemét, az egy nőies energia, és mi hölgyek a kezünkbe ezzel a bottal a tűz elemét, az inkább férfias energia. Itt van egy ilyen csere, és pontosan ez a harmónia, ahogy itt látható ezen a képen. A belső egyensúly, az arany és az ezüst, a nap és a hold, a férfias energia és a nőies energia, a bátorság és az érzelmek itt egy hangban vannak, és érezzük ezt a közeledést, ezt a harmóniát. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!